Veres Péter, az önkormányzat egészségügyi és szociális bizottságának elnöke elmondta, a bizottság javaslatára és előterjesztésére a képviselők elfogadták a születési támogatás bevezetését. Így Füzesabonyban is felveszik az adható pénzügyi támogatások közé ezt a gyermekenként adható 20 000 forintos juttatást. A gyermekeknek, a családoknak, az újszülött gyermekeket nevelő családoknak szükségük van pelenkára, szükségük van tápszerre, babaápolási cikkekre és termékekre. Az önkormányzat úgy döntött, hogy segítőkezet nyújt ezeknek a családoknak és az anyagi terhei enyhítése céljából ezt az adható támogatást vezeti be. Ez nem minden településen van így. A testület úgy döntött, hogy Füzesabonyba ezt a támogatási formát bevezeti. A 12/2023-as önkormányzati rendelet szabályozza a születési támogatást. Minden füzesabonyi családnak, aki újszülött gyermeket nevel, és legalább egy éve lakóhelyen rendelkezik, és életvitelszerűen Füzesabonyban tartózkodik, egyszeri gyermekenkénti 20 000 forinttal támogatjuk, abba az esetben, hogyha nincs köztartozása, sem a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé, sem az önkormányzat felé nincs adótartozása, valamint a családban az egyfőre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj vagy szociális vetítési alap 10-szeresét, azaz a családban az egyfőre jutó jövedelem nem haladja meg a 285.500 forintot, valamint a társadalombiztosítási jogszabályokat figyelembe véve legalább egy éves biztosítási jogviszonnyal rendelkezik, maximum 30 napos megszakítási idővel. A rendelet a füzesabony.hu weboldalon megtalálható, a dokumentumtárban a rendeletek közül letölthető, és a rendelet egyes számú melléklete tartalmazza a kérelmet, amit a polgármesteri hivatal szociális ügyintézőnél lehet leadni. A kérelmek kitöltésében egyébként a családsegítő is segítséget tud nyújtani. A szociális ügyintéző a jogosultsági feltételek megvizsgálását követően előterjeszti az Egészségügyi Szociális Bizottságnak, és a bizottság saját hatáskörben dönt a születési támogatások odaítéléséről. Már a szeptemberi ülésre beérkezett kettő kérelem, és mindkettőt pozitív elbírálásban részesítette a bizottság.